Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyunk. Magas szintű programozási nyelvek 1. Előadás, majd labor felvezetés, Folytatjuk a display programot. Ezúttal függvényeket fogunk kirajzolni. Megnézzük, hogy hogyan is működnek ezek a függvények. Mm. Illetve, hogy hogyan fogunk függvényeket átadni függvényeknek. De nem spoiler ezek. Nem soká odaérünk kezdjünk neki ezzel a kis prezentációval. Tényleg nem lesz hosszú, mert ebben most sok kép van, úgyhogy gyorsan lepörgetjük, aztán programozunk, mert hát ugye gyakorlatorientált oktatás van, programozzunk. Jó. Tehát függvényeket, grafikonokat fogunk rajzolgatni. Mi elsősorban itt függvényeket, előadás feladat, hogy ilyen grafikonokat is rajzoljatok. Azzal nem akartam most itt untatni mindenkit, mert Eléggé száraz tud lenni, meg, meg lehetősen euh, sziszi -fuszi, de én mindenképp javaslom, hogy csináljátok meg, mert egyébként egy fontos része. Euh, Grafikonokat rajzolni azért illik tudni, de mondom, itt most ez nem olyan fő sodorvonal azért. Jó, úgyhogy valami ilyesmit fogunk készíteni. Euh, Kipróbáltuk ezt már az első alkalommal, amikor megnéztük ezt a kis programot, ugye ezeket a függvényeket rajzolgattuk itt talán, ha emlékezetem nem csal, és akkor ezeket most megnézzük, hogy pontosan hogyan is működik, és hogy, hogy, hogy hogyan kerülnek ezek a függvények úgymond a képernyőre. És akkor nyilván itt ezeket majd tényleg kódolás közben átbeszéljük, hogy ugye lesz egy ilyen ilyen function osztályunk, és ebből csinálunk példányokat, ilyen function objektumokat. Szándékosan nem használom a függvény szót, mert az majd később egy egy programozási fogalom lesz, aminek kapcsán, tehát a generikus programozás kapcsán fogunk majd velük megismerkedni. Maradjunk csak tényleg annyiba, hogy ez egy function objektum. Ugye az első paraméterbe itt a konstruktorba átadjuk a függvényt, amit ki kell rajzolni tulajdonképpen, átadunk egy intervallumot, hogy milyen x értékekre, milyen uh, intervallumba akarjuk kirajzolni, uh, megadjuk az origót, tehát hogy az első pont uh, az hol van, honnantól, és akkor nyilván a, a range pedig ugye ahhoz képest uh, fog menni uh, ugye negatív-pozitív irányba, illetve lesznek egyebek ugye ilyen number of points, hogy hány pontot, illetve lesz egy ilyen scaling faktor, amivel ugye a kirajzolást tudjuk állítani, hogy, hogy mekkora legyen úgymond a, a függvény. megnézzük, hogy működik, szépen föltesszük az ablakra, majd megjelenítjük. Jó. Ugye ez fogunk használni konstansokat, mert ugye itt már azért tényleg sok, sok, ilyet használunk, és tényleg itt megint akkor, akkor nem gyűzöm hangsúlyozni hogy a konstant sok használtának fontosságát, tényleg ezeket, ezeket okvetlenül, és, és, mindig használjátok, amikor lehet, mivel tényleg hasznosak és, és szükségesek is. Megnézzük ezt is, mindenképp. Jó, és akkor ugye majd látjuk, hogy nyilván az első verzió azért, hogy nem az igazi, tehát se tengely, se felirat semmi, tehát hogy néz ez ki. Fogunk rajta egy kicsit javítgatni, rakunk fel feliratot. Nyilván itt nem biztos, hogy ez olyan gyönyörűen néz ki, ott ugye, hogy, hogy nekünk kell kézzel állítgatni. Hát, aki szeretné ilyen továbbfejlesztést, az akár a függvényhez is kapcsolhatja a, a, egy ilyen text objektumot megnézzük majd, hogy mire gondolok. Ha emlékeim nem csalnak, nincs mellette, hozzá lehet tenni, az, aki szeretné, megnézheti. Jó. És akkor ugye koordinátatengelyt is fogunk adni, hiszen azért a függvények koordináta tengely nélkül, vagy hát ezek a, a megjelenített függvények koordináta nélkül azért nem túl sok mindent mondanak. Ugye én hát nem akarom most itt, óvatosan kell fogalmazni, hogy azért volt egy olyan kínótja talán az Apple-nek, és ezért fogalmazok óvatosan, hogy valamilyen ilyen grafikon kirajzoltak, hogy, hogy mennyivel, többi, mennyivel bír többet valamelyik új készülékeknek az akkumulátora, és igazából csak két ilyen vonal volt. De volt egy XY tengely de még csak beosztás se volt, meg, meg semmiféle felirat. Jó, hát ismerjük, hogy a, azért ezek a cégek nagyon szeretnek így rajzolgatni, maradjunk annyiba. De nyilván nem sokat mond, és akkor azért nem ártott volna, ha valami kis beosztás van, vagy, vagy legalább egy felirat valami, hogy, hogy, hogy mit jelent az a két vonal és akkor nyilván valami akkumulátor kapacitás lehetett, mindegy, nem olyan érdekes, csak mindig eszembe jut ez, hogy, hogy tök jó, hogy kirajzolt a két, grafikon, de amúgy az sok minden nem mond. Na és akkor legyenek nyilván koordináta tengelyek, meg fogjuk ezt is írni, megnézzük, kipróbáljuk, hogy kipróbáljuk, hogy, hogy, hogy hogyan működik. Itt majd teszünk egy shortcutot, mert Hát ennek az exisnek a konstruktor az nem valami elegáns, meg elég, nem, nem túl szép, de majd ha érünk, akkor, akkor mutatom. És akkor itt majd színezgetünk is, hiszen ezeket az exiseket majd egybe fogjuk tudni kezelni, már úgy értve, hogy így a, ezekkel a kis nocsokkal, meg ugye a feliratokkal fogjuk tudni majd egybe kezelni, de egyébként két külön objektum lesz az x és y koordináta tengely, Hát így oldjuk meg. Jó. És ami amúgy érdekes, és ö, tulajdonképpen itt a, a programozás, illetve a Progate szempontjából ö, ugye egy ilyen programozási eszköz, hogy ö, hogyan is adjuk át a függvényt. És akkor ugye egy, tehát az a lényeg, hogy kellene egy típus a, a function objekt osztály konstruktorának első paraméteréhez, amelyel a függvényt át tudjuk adni a függvénynek. És akkor ugye jöhet a kérdés, hogy micsoda. Ugye itt, amikor. Hol is vagyunk? Mutatom a példát. Mondom, mutatom a példát. Így van. Tehát itt van, ugye, készítünk egy ilyen function objektumot, és itt az első paraméter egy függvény. Látjuk itt például ez a van függvény, vagy itt a slow függvény, vagy a square függvény. Jó? És látjuk, hogy ezek függvények. Tehát ugye a van ugye ez a konstans függvény, vagy egység függvény, nem is tudom pontosan mi ennek a magyar neve. Vagy itt van egy ilyen, ilyen sima lineáris, ilyen x per 2 függvény, ami ilyen, ilyen enyhe meredek lejtő, vagy hogy mondjam. Meg ugye itt van ez a klasszikus square függvény, látjuk, hogy ezek sima függvények. Na és akkor hogy adunk át -e? paraméterről? egy függvényt egy függvénynek, Igen, yeah, hát ez nem triviális, és akkor erre fogunk definiálni mi egy típust, ugye ezt a, ezt, ezt a kis type defet fogjuk használni, bevezetünk egy nevet, mégpedig olyan függvényekre, amelyek double paramétert várnak, tehát egy darab double paramétert, illetve double visszatérési típusuk. És ennek a neve az lesz, hogy fct, itt látunk pár példát, ugye az imént is láttuk, hogy ez az egység, a double meg a square függvény. Hát nyilván a van függvénynek nem biztos, hogy olyan izgalmas, de nyilván azért a, a, a double, tehát a slope, illetve a square függvénynél már, már ez azért érdekes, hogy a tényleg double paramétert vár és azt adja vissza. Jó, és ugye itt tényleg már az, ami látszódik is itt, hogy, hogy ugye x-re fogjuk rajzolni és ugye y fog nyilván visszaadni, és innentől kezdve már szépen ki fogjuk tudni rajzolni, az x-koordinátára oda tesszük azt, amit ugye a függvény paraméterül vár, az y pedig az lesz, amit a függvény visszaad, és oda rakunk majd egy pontot. Jó. nsd így van, itt van például ez a másik példa, amit mondasz, és akkor tulajdonképpen itt bár annyi történik, hogy a, a count, az integer int-nek lesz egy új neve, mégpedig a count. Jó. Hát itt, ez, itt az FCT lesz a neve a, a, annak a típusnak tulajdonképpen, amit itt ezzel a type de fel elkészítünk, ezért is fogjuk tudni majd használni ezt az FCT nevet a függvény paraméterének. Jó. Na, és akkor ugye itt van nekünk ez a, a függvény, a function osztálynak a konstruktora, és akkor itt lesz az első paraméter, ez az fct, és tulajdonképpen ez az f lesz a függvénynek a neve, tehát a lokális neve a függvénynek az az f lesz, és akkor innentől kezdve bármilyen függvényt át tudunk adni a konstruktornak, ami double-t ad vissza, és egy darab double paramétert vár és a használatot majd megnézzük tényleg kódban, de még szerintem így van, itt is látszódik, hát alapvetően itt az add függvénybe használjuk, és itt lesz az, amikor hívjuk a, itt lesz az, amikor hívjuk a, a függvényt, de ezt majd tényleg inkább megnézzük kódba, mert itt most ezt magyarázni nem biztos, hogy olyan szerencsés. Jó. Rendben van. Másik dolog, amilyen programozási szempontból érdekes, hogy tudunk adni alapértelmezett argumentumokat függvényeknek, konstruktoroknak is, nyilván, ha függvényeknek, akkor, akkor ugye konstruktornak is. Látjuk azt, hogy ugye a, ennek a function osztálynak a konstruktor az hát jó sok paramétert vár, hetet, hetet, szám szerint, és ez nagyon sok. Jó, tehát ez tényleg, tényleg nagyon sok és így módon tudunk neki alapértelmezett értéket adni. Jó. És ilyenkor, hogyha így a, a függvény deklarációba, definícióba alapértelmezett értéket adunk egy argumentumnak, akkor híváskor ez az argumentum elhagyható, mint ahogy itt is látjátok, és hogyha elhagyjuk, akkor ez az argumentum fölvesz, föl fogja venni ezt az értéket. Jó. Hát alapértelmezett argumentum érték... Így működik. Amire itt figyelni kell, hogy ugye ezek mindig úgymond hátulról működnek, tehát olyat nem tudunk csinálni, hogy mondjuk adunk itt ennél mondjuk a countnak egy alapértelmezett értéket, de az x-kélnek és az y-skélnek már nem adunk. Jó? Tehát mindig arra kell figyelni, hogy a hátsó ö, értékeknek adjunk, tehát hátulról kezdjük el ezeket az alapértelmezett értékeket ö, megadni. Hát miért? Mert ugye akkor elhagyható, és ne legyen kavarodás, hogy most melyiket is akarjuk elhagyni. Ö, nyilván itt az utolsókat kell ö, megcsinálni. Jó, na, ö, alapvetően itt tényleg csak ennyi, és akkor látjuk, hogy itt hogyan is lehet használni. Ö, ez a négy hívása ugye a konstruktornak pontosan ugyanazt jelenti. Tehát tökéletesen ugyanaz jelenti, ugye látjuk, hogy itt az alapértelmezett értékeket adjuk, és ahogy ezeket szépen hagyogatjuk el, nem történik semmi, ugyanígy történik minden, tehát ezek ugyanazt jelentik, ugye ez az utolsó három paraméter ugyanazt az értéket fogja felvenni. Jó. Na! És ugye nyilván azért ez, ez, ez nem feltétlenül jó így ez a, ez a function konstruktor. Sok-sok pozíció, skálázás, argumentum, nem igazán szerencsés. Olvassatok utána a könyvbe, már is angolna, egy pillanat. Olvassatok utána a könyvbe, nézzétek meg, nehéz azért ezt tényleg okosan megoldani, legyen egyszerű, amennyire csak lehet, legyenek átláthatóak ezek a paraméterek. Tényleg ez már azért egy kicsit, kicsit túl komplikált, túl van bonyolítva, de hát sajnos sokkal jobb lehetőségünk nincs. Ezt alapvetően, alapvetően így lehet. Jó. Oké okay Na és akkor itt vannak ugye egyéb függvények, itt van például ez a sloping cos, ami ilyen koszinusz függvény, csak így el van úgymond billentve, tehát nem úgy rendesen, vízszintesen megy úgymond, hanem picit ilyen átlóba, az ugye így hozzáadunk egy ilyen kis slope faktort, ezt is majd ki megnézzük, akkor itt lehet színezgetni, kipróbáljuk majd, az órán, hogy ez, ez hogyan is néz ki, és akkor lesznek nekünk ilyen szép össze-vissza kusza ábráink, nyilván ezt lehet a végtelenségig is cizellálni, valami ilyesmi lenne a cél, hogy függvényeket rajzolunk, akkor az valahogy így nézzen ki. Ugye vannak itt egyéb függvényeink, itt a CMAS headerben, ezt meg tudjátok nézni, rákerestek a C++ reference manuálba, ott van, ezek részei a standard librarynek, nek tudjátok nyugodtan használni, ki is tudjátok próbálni, tényleg ezek a szokásos matekos ö, függvények semmi különös. Jó, ö, így van, itt vannak egyéb, egyéb függvények, ezeket tényleg ö, nyugodtan próbáljátok ki, nézzétek meg. Az előadás ö, rész az ennyi lett volna, itt hagytuk abba a múlt héten, én egy picit itt előkészítettem, betettem ide ezeket a konstansokat, hogy, hogy ne legyen ezzel gond. Csak gyorsan 600x400-as ablakot fogunk létrehozni, ugye az origót betesszük középre, onnan fogunk rajzolni majd ugye a, egyrészt a koordináta is, meg a függvényeket is, mármint hogy a függvényeknek az lesz a kiinduló pontja. Ugye lesz egy range, ugye amit beszéltünk, hogy mik között rajzoljuk ki a függvényt, hogyan számoljuk, nyilván itt akkor a range Elejétől haladunk szépen lépésről lépésre a végig. Ugye itt megadjuk azt majd a függvénynek, hogy hány darab pontot szeretnénk a függvényből kirajzolni. Itt tulajdonképpen arra kell gondolni, hogy ebbe a range-be hány darab pont legyen. No, hát nyilván ez alapesetben jó lenne, hogyha folytatólagos lenne, tehát ilyen folytonos de ettől tudok képzelni olyan függvényt, ahol nem folytonos, hanem tényleg csak pontszerű adataink vannak, valamikor ezt nem érdemes összekötni, mindegy. Jó, és akkor ugye lesz ez, meg lesz majd egy ilyen scaling faktor, ez tényleg csak azért kell, hogy hogyan jelenítsük meg, majd kipróbálgatjátok ezt, átállítgatjátok. Nem akarok erről most olyan sokat beszélni, mert tényleg csak szalad vele az idő. Ami itt hanem és akkor ezzel tényleg kezdjünk is bele, hogy hogyan is néz ki maga az osztály. És akkor ugye itt hát szokott módon ugye a shape osztályt fogjuk kibővíteni, természetesen, hiszen majd a, a pontokat ide fogjuk tenni. És akkor itt jön a functionnek a konstruktora. És itt van elő első paraméternek ez a függvény, amit ugye ki akarunk rajzolni, és erre kell ezt a nagyon egyszerű kis typedef-et bevezetnünk, ami egy ilyen double visszatérésű, egy double paraméterű függvény lesz, és ezzel ezt a függvényt úgymond így, adtunk egy nevet ezeknek a típusú függvényeknek. Most nagyon igyekszem egyszerűen fogalmazni, nyilván megvan e mögött a, a, a menet, hogy ez mit csinál pontosan, hogy történik, nem akarlak terhelni vele titeket, könyvbe olvassátok el, hogyha szeretnétek. Most tényleg csak legyen alig ennyi, hogy ez az F, ez egy olyan függvény, ami egy, double, egy darab double paramétert vár, és double visszatérési típusa van. Jó. Na. Ugye, ami paraméter kell itt még, ugye ez a, a range, tehát hogy milyen range-be rajzoljuk ki, hát, szerintem ezt kiteszem így nagyobban, mert elég hosszú lesz a, a függvényünk. Tehát ugye lesz egy range, ugye van egy origó, hát origó, ugye amihez képest két irányba fogunk rajzolni, tehát ugye egyrészt, mi negatív irányba, ugye a range fele, meg pozitív irányba a range kettő fele. Tehát ez lesz az origónk. Ugye amit kell még, ugye ez a count, tehát hogy hány darab ö, pontot rajzoljunk ki, ennek adjunk egy alapértelmezett százas értéket, illetve legyen egy ö, skálánk, amivel ugye majd tudjuk ö, rugalmasan ezt ö, állítani a kirajzolást. Emlékeim szerint ez egy integer volt, és ugye ezeknek is akkor adjunk alapértelmezett értéket. Jó. Hát ugye ez a prototípus definíciót majd megírjuk kívül. Oké, és. Jó, rendben van. Na nézzük meg akkor ezt a konstruktort, hogy hogyan is nézen ki. Jó. Na, tehát akkor ugye a függvénynek a, tehát a function osztálynak a konstruktorát szeretnénk. Hát itt lehet, hogy nyomik egy kövér copypastát. Copy Alapvetően ugye hát nyilván ezeket a paramétereket kell használnunk, és akkor hogy hogyan is nézzen ki. Na hát egy kicsi hiba kezelés, szerintem ott az elején mindenképp érdemes, hiszen ugye itt a range-et már el lehet rontani, tehát ha mondjuk a R2 nagyobb, mint R1, akkor az ott már, már probléma lehet. Hát hogy csináljuk ezt? Szerintem ilyen sima kivonós módszerrel. Nem biztos, hogy olyan szerencsés, de talán ez helyesebb, mint most nekünk. És dobjunk egy sima kivételt. Ahol megjegyezzük, hogy bad range, de mondjuk jelezzük is, hogy hol. Tehát, hogy rossz a range a, a function konstruktorába. Ugye akkor a másik ilyen hiba lehetőség, hogyha itt a account az hát nem legalább egy, tehát, ha nem legalább egy, gyakorít, megint. Jó, hát más így nagyon nem. Hát az X, az két. Lehet, hogy el lehet rontani, de azzal most nem foglalkoznék. Szerintem negatív szkiel nem működne, de nem olyan érdekes. Jó. Na, és akkor ugye, ahogy mondtam, ugye ez úgy fog működni, hogy ebbe a range-be fog nekünk kirajzolni count darab pontot, tehát annyit fog föltenni nekünk ide az ablakra. Úgyhogy ebből jó lenne szerintem kiszámolni azt, hogy milyen lépés köz legyen, tehát hogy mennyi legyen az, amit amit lép úgymond a függvény. Nyilván, hogyha egy ilyen mínusz 10, plusz 10 range-be egy pontot rajzolunk ki, vagy 10 pontot, vagy 1000 pontot, akkor ez ugye nem mindegy, hogy milyen lépésenként rajzoljuk ki úgymond ezt a függvényt. Úgyhogy erre vegyünk fel egy ilyen distant dist tehát ami ezt a lépést közt határozza meg tulajdonképpen és akkor ezt egy sima, egyszerű kis ö, ilyen osztással számoljuk is ki. Ugye R2R1 az double lesz, úgyhogy akkor ez így rendben van. Ugye arra figyeljünk, hogy a típusok jók legyenek, mert ugye, hogyha itt mindegyik integer lenne, akkor az eredmény is integerre tránkételődik. Ebből a befrugót ne felejtsük el. De mivel, hogy R2R1 R2, R1 az ö, double, és a különbségük is double marad, ezért ez rendben van. Jó, ez az egyik. És akkor tulajdonképpen már csak az van, hogy, hogy kezdjük el kirajzolni az elejétől kezdve. Erre, kéne, erre jó ez az R segédváltozó, mert majd ez az r fogjuk hozzáadni mindig a disztet, ami ugye nekünk tulajdonképpen a, az x-et fogja meghatározni. Tehát, hogy milyen x pontra számoljuk a, a, függvényt. Jó. Na és akkor rajzoljuk ki. Ugye itt szépen ugye count darab pontra kell ezt kiszámolnunk. Opa, csánat, Tehát count darab pontra számolunk. És igazából itt azt kell, hogy hozzáadogassuk a pontokat ugye, a shape a points vektorához. Ezzel pedig simán csak hívjuk az add függvényt, és ugye itt jön most tulajdonképpen a lényeg, hogy, hogy mi az a mi az a, a függvény, amit, amit hozzá akarunk adni, pontosabban mi az a pont, amit hozzá akarunk adni. Ugye, hát nyilván pont lesz, ez nem meglepő, és ugye egyrészt kell ugye az origónak az X-e, ugye ez a XY, jól mondom. Igen az origó kell, de ez az origó akkor nem XY, hanem orig, bocsánat, tehát kell az origó, de ezt el kell tolnunk, ugye az erszer a el? Tehát erre el kell tolnunk. Alapvetően. Így van, erre le kell tolnunk, de mivel, hogy van egy ilyen scaling faktorunk, ezt még ezzel meg is szorozzuk. Jó. És ez lesz a pontnak az x koordinátája. Jó. Tehát ugye van az origónk, ugye az x, de ezt ugye eltoljuk erre valamilyen irányba, attól függően, hogy honnan akarjuk kirajzolni, eltúljjuk erre, ez lesz az X koordináta. Jó, most ez meg kell adnunk az Y koordinátát, ami ugyanígy a origónak az Y koordinátája, és ezt is el kell tolnunk, ugye? csakint most nem R Rel, hanem ugye az Fr-rel mert ugye hívnunk kell ugye a függvényt az x, arra az x koordinátára, tehát az x-re hívjuk a függvényt, és ezt is ugye eltoljuk, csak ezt y scale pontosabban skálázzuk. Nagyjából. Jó, és nyilván, hogy a ciklusunk működjön, eltoljuk az ert e, azzal a disztel, amit itt ugye itt számoltunk ki. Jó. Tehát mi történik? Tulajdonképpen itt van két hibakezelés az elején. Jó, hát ez gondolom egyértelmű, semmi különös. Ugye itt van a kirajzolás, pontosabban nem is a kirajzolás, hanem az, hogy hozzáadogatjuk azokat a pontokat, amit majd ki akarunk rajzolni. Nyilván egyrészt ugye az x-koordinátát, másrészt az y-koordinátát. Ugye az x-koordinátát adja egyrészt az origó, meg másrészt ugye az intervallum, szorozva vagy a skálával, tehát ugye a scalinggel, a másik pedig az Y, de azt meg annyival túljuk el, amennyit a függvény mond nekünk, hogy el kell tolnunk. Jó. Üm, igazából itt, itt tényleg csak azt kell látni, hogy, hogy itt kirajzoljuk a függvény adott pontjának X koordinátájára, illetve X koordinátájára azt a pontot, amit ugye a függvényünk meghatároz. Na, de próbáljuk ki, hiszen a pruding próbálja az evés. Ugyanis kellene ezt nekünk csinálni. Hát szerintem nagyjából maradok annál, amit csinálgattunk az első alkalommal. Legyen egy ilyen, hát nem túl beszédes nevünk. De itt kell egy függvény, és akkor írjuk meg ezt az egységfüggvényt. Opa. Oké, és itt van. Ugye itt akkor kell egy intervallum, hát euh, itt szerintem használom ezt az r min r maxot, és ezt végig szerintem ezeket fogom használni, meg ugye az m ot ugye a pontok számára. Sőt, sőt itt lesz nekünk majd egy origónk is. Tehát ezt is tudjuk használni. Tehát ugye egyrészt itt van a függvény, akkor használjuk ezt a range mint, illetve a range maxot. Mi is volt a negyedik? Ugye a origó volt a negyedik. Hát ezt most így csúnyán magyarul, csúnyán magyarul beírom. Ugye volt egy count és egy x scale, y scale, hát countunk az ugye az endpoints, és ugye van egy 30-as scale Jó. És hogyha minden jól megy, és ezt csatoljuk, akkor lesz egy működő programunk. Na de próbáljuk ki. Hát ez a szokásos. Na akkor. Uh -huh. ah, igen, szerintem itt már nem lehet default paramétert adni. Próbáljunk újra. Hát a hiba az mindig benne van. Így van. Default paramétert csak egyszer lehet adni. Na és akkor nézzük, hogy egyáltalán működik-e. Ha tökéletes. És itt szépen kirajzolta nekünk a van függvényt. Nagyon izgalmas. Nézzük meg viszont tényleg olyannal, ami, ami kicsit beszédes is. Beszédesebb pontosabban. És akkor nézzük meg ezt a szlópot. Itt már ugye lesz értelme a paraméternek is. Hát inkább X legyen, és akkor itt is javítom X-re, csak hogy tényleg az, az beszédesebb. És itt ugye egy ilyen X per 2 függvényt fogunk felrajzolni. Próbáljuk ki gyakorlatilag ugyanezt, csak ez már legyen SL, és itt a slope függvényt adjuk át paraméterül, amit ki szeretnénk rajzolni. Ja, nem etetseltem föl, bocsánat. Jó. Itt pedig itt van a Slope függvény. Haladunk előre nézzük meg a kvert, ugye a parabulát. Ähm, Fennet. Így van, készítsünk erre is egy példányt. de ne ugyanazon a néven, az fontos. Square. Oké, okay. nézzük. és Jó, na, hát szépen haladunk, szépen haladunk. Még a végén úgy néz ki, hogy működni is fog. Ami talán esetleg még érdekes lehet, hogy csak így bedobnám ilyen felvezetésként, mert fogunk erről majd részletesen foglalkozni, hogy ezt helyettesíthetjük egy ilyen úgynevezett névtelen függvényel is, vagy egy lambda expressionnel, lambda functionnel erre is nézünk majd példát, illetve majd a, a generikus programozás résznél azért ebbe jobban bele fogunk menni, de ezt itt helyettesíthetjük egy nagyon egyszerű kis ö, ilyen, hát úgynevezett névtelen függvényjel, ugye ahol meg kell adnunk a paramétert, és ugye a, függvénytörzsét, függvény törzsét, ami tulajdonképpen mondjuk ugyanígy néz ki gyakorlatilag, ö, mint ez a sloping cost, most ezt próbáljuk ki, hogy, hogy ez milyen. Igazából amit itt láttuk, ez tényleg egy lambda expression, egy ilyen névtelen függvény, amit itt most használunk, egy lambda function, lambda expression. Ugye látjuk, hogy van egy paraméter listája, van egy törzse, ugye ugyanúgy, mint a függvényeknek. Amit itt láttuk, ezt pedig úgy hívjuk, hogy lambda introducer, tényleg beszélünk majd erről, hogy ez itt miért érdekes, meg ide lehet majd ilyen, ö, ilyen ö, objektumokat beírogatni, beszélünk majd róla tényleg a generikus résznél. Jó, itt csak tényleg azt mondom, hogy, hogy lássunk már most is ilyet, ezt így is el lehet végezni, és hogyha ezt itt ö, kipróbáljuk, akkor minden igaz működnie is kell. És ha látjuk, ugye ugyanazt fogja nekünk itt szépen kirajzolni. Nézzük meg a koordinát-tengelyeket, és akkor ezzel e, folytassuk. Ugye alapvetően e, itt ugye két e, szempontot kell. E, hát pontosabban egy az, ami érdekes lehet, hogy milyen irányultságú, ugye ilyen X vagy Y, és akkor az szerint különbözőféleképpen rajzoljuk ki, tehát hogy x tengely vagy y tengely, tehát vízszintes vagy függőleges tengelyről van szó, nyilván, mert akkor azért hogy kell a, a, a kirajzolást végezni. Itt is pontokat adunk hozzá. Ugyanúgy, ahogy láttátok itt a, a függvénynél is, tulajdonképpen hozzáadjuk azokat a pontokat, amit a függvényünk ugye meghatároz. Itt a tengelynél is ezt fogjuk csinálni, de nem fogom ezt most olyan részletesen elmondani, mert Két szempontból, de majd ha odaérünk, akkor mondom. Szóval nyilván itt a, a tengelynek az irányultsága fontos, illetve ami még itt előjön, hogy egyrészt fogunk hozzáadni labelt, tehát feliratot tulajdonképpen, tehát lesz egy ilyen tag, amit egybe tudunk kezelni, hogy hogy úgy kompaktabb legyen egy kicsit, illetve amit még nekünk kell, hogy jó lenne, hogyha lennének ilyen közeink, de hát szerencsére van ilyen objektumunk, ezt pedig a lines egy lines objektummal fogjuk ö, tudni elkészíteni. Hát nézzük is meg, hogy hogyan. Úgyhogy akkor ö, itt is vagyunk, és maga a protó az viszonylag egyszerű lesz, ugye természetesen ez is egy sép lesz. És ugye lesz nekünk egy ilyen inamunk, in amiben megmondjuk a, az irányultságát. Orientation jól írom, tehát, hogy X, Y vagy Z. Az éről majd beszélünk, hogy miért érdekes. És ugye ezek alapján majd különböző féleképpen fogja a konstruktor kiszámolgatni a hozzáadandó pontokat. Na és akkor legyen egy konstruktorunk, aminek első paramétere ez a orientation, a... legyen egy pont, hiszen itt is kell egy origó, ah, nem túl konzekvens így a nevezék, legyen most xy, ugye legyen egy hosszunk, tehát hogy milyen hosszú legyen maga a koordináta tengely, és most már tényleg megtanulom a lengtet meg a videt leéni rendesen. Tehát ez mindenképp kell. Akkor amit még érdemes lenne, hogy hány darab ilyen, be, ilyen osztás közünk legyen, ahova majd ezeket a kis pöcköket fogjuk tenni ugye magán a koordinát a tengelyen. Tehát legyen egy ilyen number of notches. És szerintem ennek adjunk egy default értéket de mondjuk miért 10, legyen inkább 0, és akkor ezzel jelezzük, hogyha nem akarunk neki. Tehát legyen egy paraméter, ami pedig a felirat, és akkor ennek is adjunk alapértelmezett értéket, ami alapértelmezetten az, hogy ne legyen feliratunk. Jó. Hát ez Neo legyen már, hanem D. Úgy, kicsit talán jobban, jobban néz ki. Oké, és... Na most, ami még kell, ugye egy kell ide is draw Még pedig azért kell... Azért kell draw lines, mert majd magát a... Magát a... A tengelyt, együtt fogjuk kirajzolni ezekkel a notch-okkal, illetve a léböllel. Tehát együtt egyszerre fogjuk majd kirajzolni, és ezért jó lenne felül definiálni. Jó lenne felül definiálni. Mondjuk simán csak a vonalrajzolás nem lesz jó. Akkor emiatt felül kell definiálnunk a múlvot is, mert hogyha mozgatni akar, mozgatni akarjuk, akkor ö, együtt kell mozgatnunk a felirattal, illetve a nocsokkal, és így akkor kell a set color is, hiszen ugye a, ugyanazt a szint kell adnunk a szövegnek, a nocsoknak, illetve a vonalnak is, hasonlóan, mint a move esetében. Hasonlóan, mint a move esetében. Jó, rendben van. Jó, no, és akkor ide pedig megadunk egy publikus text tagot. Hát, jó, az publiknak mindegy, igazából most eh, nem akarom bonyolítani, lehet, hogy ez inkább privátként lenne logikus. De jó, ez így most. Oké, és na, és akkor alapvetően így néz ki maga a a tengely, ugye van egy orientation, tehát irányújtság, hogy az most vízszintes vagy függőleges, az majd nyomunk egy hibakezelést, hogy, hogy nem támogatott, Ugye itt a konstruktor, ezt mindjárt, mindjárt erre ránézünk, ezt nem fogom most megírni, csak be copy mert, mert, tényleg viszonylag hosszadalmas. A másik dolog, amit ugye meg fogunk kínni, a draw lines, de alapvetően ez egyszerű, mert egyrészt hívjuk az ősosztálynak a, a draw lines, tehát a base class a draw lines ümm, illetve a move és a set color esetén pedig hívjuk ugye a, ugyanúgy az ős osztályt, illetve a megfelelő osztályokét. Jó. Ezt már is megnézzük. Jó. Oké. És... Na, és akkor elegánsan én itt most bekopipésztelem nektek a konstruktort. Csak hogy lássátok is, hogy mit csinálok. Oké, és jó, tehát itt a konstruktor. Na most semmi pánik, egyszerűbb ez, mint aminek látszik. Ugye alapvetően itt tényleg paramétereket átadjuk, ahogy kell, és egész egyszerűen megnézzük, hogy mi van, hogyha x, vagy mi van, hogyha x tengelyünk van. Jó? És akkor ez alapján szépen adogatjuk hozzá pontokat adott hosszon, ami talán bonyodalmat kelt, az ugye az, hogy a nocsokat is hozzá kell adnunk. Jó? Tehát nyilván most ilyen a magát a tengelyt kirajzolni, az nem bonyolult, mert látjátok, hogy hozzájuk az origót, meg ugye a, a végét tulajdonképpen. E, igazából ennyi. E, ami tényleg megbonyolítja a dolgot, az, hogy ugye a is hozzá kell adni, és ott ki kell ifezgetni, hogy milyen osztás közünk van, milyen osztás közönként rajzoljunk egy ilyen vonalat, emiatt bonyolítja egy kicsit a, a, a dolgot az egész. Hát meg ugye a léből, bár az még a kisebbik gond. Jó, ugyanezt megcsenek Y-ra is, csak ugye logikusan a másik irányba. Az éve megcsinál csak hiba kezelünk, azt mondjuk, hogy nincs Z. Jó, ha valaki esetleg Z tengelyt akarna fölvenni, annak az tájékoztatjuk, hogy nincsen Z. Jó. tehát ilyen nagyon egyszerűen. Jó. Egyébként bogarászátok ki magatok. Ugye itt írtátok, hogy másoknak a spagetti kódját kell kibogarászni. Na hát akkor tessék, itt van itt van az enyém, ezt lehet bogarászni. Egyébként is azért sokszor fogtok azért majd találkozni olyannal, hogy más kell megfejteni, megpróbálni, megérteni. Erre például nagyon jó gyakorlás az OCVC rendszer, ugye a robotautó, amit a első héten néztünk és beszéltük. Jó, viszont a maradék három függvényt megírjuk, mert az nem olyan vészes. Tehát ugye egyrészt a Draw Lines. Egyrészt a Draw Lines, ezek azért nem olyan részesek. Ugye, hát nyilván magára a, a tengelyre hívjuk a, a shape ö, ősosztálynak a Draw Lines függvényét. Tehát ez igazából így rendben van, és ez simán csak meghúzza magát a tengelyt. Ugye itt most hívjuk a Nocciznek, a draw függvényét, ugye, mivel hogy ez a notch ez egy lines objektum, ugye ezért benne van a draw függvény, hívhatjuk, használhatjuk, szépen ki fogja rajzolni nekünk ezeket a nocsokat, tehát ezeket az osztás közöket ugye nyilván a draw hívja majd a draw lines-t, tehát ez nyilván itt működni fog, és ugyanezt megcsináljuk a labelre is, ugye a label pedig egy text típusú objektum, ott a draw függvény szépen kirajzolja nekünk. Jó. A logika ugyanez a többi függvény esetében is. Ugye itt még volt nekünk a, a move, hogy mennyivel mozgassuk el. Ugye ezt is tényleg csak azért kell, hogy, hogy egybe tudjon mozogni a, a a tengely ugye az osztásokkal, illetve a szöveggel, itt is hívjuk ugye a shapenek a múlját. Ugye DX-re DY-ra, és utána pedig hívjuk nyilván a nocsizra is. Mert ugye azt is el kell mozgatnunk, és hívjuk a label is. Jó. És akkor ami még hátra van, az ugye a Axis-nek a set color. Set color, ugye? Jól írtuk. Így van set color. Ugye? És gyakorlatilag itt is ugyanezt történik. És a label-nél is. Átállítjuk, mert be kell állítanunk a színeket. Jó. Na nézzük, hogy működik-e. Ja, hát mondjuk először csináljunk kis tengelyeket, mert az, hogy lefordul, az tök jó, de senkit nem érdekel. Csak akkor csináljunk két tengelyt. Megpróbálom a könyvbeli példa alapján ugye legyen egy x tengelyünk, aminek ugye az irányultsága x, ugye ez az az inám, ami, ami megmondja, hogy, hogy, milyen irányú legyen maga a tengely. E, vegyünk fel egy pontot, tehát ez ugye x tengely, akkor elindulunk 20-tól, és ugye az y origóba, tehát a középvonalon húzunk egy x tengelyt, Ugye X lent hosszba, így van, csak hogy stimmeljen a hossz, és hát milyen osztás közzel, mondjuk ez a 30-as osztás köz, ez akár jó is lehet. Így van, és akkor azt, ezt osztjuk ugye a, a hosszal, x-kél, és ugye mivel hogy ez az x tengely, ezért rádobunk egy x stringet. Jó, csinálok egy sortörést, hogy egybe lássátok. Nagyjából e, így nézne ki, de csináljunk egy y-t is. Ugye itt lesz egy y-unk, ugye itt a point ez most fölcserélődik, tehát az x origóba lesz a x kezdőpont, és a itt ugye az y hosszal kell számolni, tehát y length, mínusz 20 mondjuk, csak hogy ne ki, és itt ugye y length lesz, ami szerintem ugyanaz, mint az x, hát már hogyha a téglalakú a négyzet alakú az ablakunk, most ugye nem. Jó, itt ezt ugye átállítjuk ugye y lengt, y re és a felirat is Y lesz. Jó, nyomunk egy etecst. t Ugye egyrészt X-re, másrészt Y-ra. És reménykedjünk benne, hogy működik. Há, nem működik. Megint rosszul írtam a lengtet, ez elképesztő. Na, próbáljuk újra hát, ha most jó. Na most már jó, és akkor nézzük is meg, hogy működik-e. Az szuper. És itt van nekünk egy xy tengely. Hát az y-nal valami gebasz van, mert egyrészt kilóg, másrészt meg nincs ott a felirat. Na, akkor dibagolunk egy kicsit. y length Ugye itt az x-origóból megyünk, és y Lengt nem mínusz 20, hanem plusz 20, mert az ablak tetejétől plusz 20. Ha mínusz 20, akkor az kilóg. Na újra. Na így most már rendben van. Jó. Na és akkor itt ugye látjuk is ezeket a függvényeket, hogy ugye látjuk, hogy itt a, a konstans egy függvény, ugye ez a van ez ugye egyben, vagy nullában egy, meg mindenhol egy. Remélem jól látszik. Akkor itt van az x per 2 függvény, ami ugye, hát egynél, ugye 0,5, de jó, talán jobban látszik, hogy itt kettőnél lesz egy. Tehát alapvetően még ez is jól működik. Hát a parabola az ránézésre jó. Most nyilván itt azért ez Hát ne, nem könnyű feltétlenül ellenőrizni, de így, ugye ha egynél, egy meg mínusz egynél is egy, akkor egyelőre add, addig biztos jól néz ki, talán valószínű utána is. És kettőnél, hogy négye, hát mondjuk nagyjából, nagyjából. Ugye, amit még jó lenne megnézni a koszinusz, úgyhogy én most kiveszem belőle ezt a slope-faktort, slope tehát csak sima koszinusz legyen. Jó, és hogyha emlékezetem nem csal, ugye a koszinusz nullában egy értéket vesz föl. Már a színusz az, ami nullában nulla, a koszinusz az nullában egy, hogy még akár jó is lehet. Nézzük meg a <kül> ezt a vektorrefet, hogy mi is ez pontosan, meg hogy hogyan tudunk ilyen névtelen objektumokat készíteni. Ugye ez azért a 13-as Drébe, elég hangsúlyosan benne van. Igen, a 13-asba, tehát ott e, ilyen riktengölöket kell a főátlóba, hogyha emlékeztek rajzolni. És azért ezt jó lenne tényleg e, átbeszélni, megnézni, hogy hogyan működik, mi történik, meg egyébként is miért érdekes ez. Jó? Úgyhogy akkor e, ezt néznénk most meg. És akkor e, ide a headerbe írnánk, hát most ide beszúrom csak hogy tényleg úgy valamelyest konzekvens legyen a dolog, és akkor itt, itt fogjuk ezt elkészíteni. Na most nyilván lesz egy-két dolog, ami valószínű, nem lesz feltétlenül mindenkinek világos. Ugye ez azért, mert valaki tanult template valaki nem tanult template Ugye mi azért Beprog végén megnéztünk egy ilyen nagyon egyszerű kis példát, tehát a, ugye a vektort azzal fejeztük be, hogy ö, templétesítettük. Fogunk már róla beszélni, meg ennek kapcsán lesz majd mindjárt egy info is, hogy, ö, hogy azért az ott valamit megnéztünk, de az a vektorosztály nincs még befejezve. Most progedjen majd be fogjuk fejezni mindenképpen de most még, most még, azért az nincs tökéletes állapotban, de azért beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet ilyen templétosztályokat létrehozni, hogyan működnek, és úgy egyébként is miért érdekesek. Jó? Nagyon alapokat néztünk meg Befrog végén, most egy kicsit elmélyülünk, mert azért, azért van hova elmélyülni, de most egyelőre csak használjuk. Jó? Amit itt nekünk érdekes lesz ennél a konténernél, hogy alapvetően a, a, belül egy sima vektor lesz, viszont az ilyen helper függvények meg ahogy használjuk, az lesz egy picit speciális. Jó? Megnézzünk pár ilyen programozási eszközt, de ezek is olyanok, hogy, hogy lehetne ez jobb. Most egyelőre tényleg csak fogadjátok el, hogy ilyen. Később majd valószínű visszatérünk, és akkor javítunk ezen is. Jó? Úgyhogy akkor írjuk is meg, Ugye alapvetően úgy néznek ki, hogy ez egy ilyen vektor ref osztály, amiben majd ilyen, amiben majd ilyen névtelen objektumokat tudunk tenni. Hát ezt majd megnézzük, hogy pontosan mit jelent. Viszont mivel hogy ez egy konténer, ezért ezt illik úgy megírni, hogy bármilyen típus tudjon tárolni bármilyen típusú objektumot, gondolkint mondjuk egy rectangle -re, vagy egy körre, vagy egy bármilyen ilyen grafikus objektumra. Úgyhogy ezt a osztályt egy típussal fogjuk paraméterezni. Jó? És ezzel jelezzük azt, hogy ennek a osztálynak, ennek a ref osztálynak van egy típus paramétere. Jó. Részletesen fogunk tényleg erről beszélni a generikus programozásos részbe. Most tényleg csak legyen annyi elég, hogy ez a vektor ez T típusú objektumoknak lesz a konténere, T típusú objektumoknak lesz a tárolója. Na most, hogy mi a T? Hát bármi, gyakorlatilag. Bármilyen típussal létre tudjuk hozni, hogy emlékeztek a vektorra, a vektornál műk a vektor működik integerekre, double-ökre, stringekre, bármilyen típusra hát nem a mi vektorunk, amit írtunk be végén, mert az még eléggé bugos, de nyilván a standard library vektora, az tényleg bármilyen típusra működik. Na, és akkor ugye itt annyi történik, hogy ennek a vektorref osztálynak van két privát tagja, mindkettő egy-egy vektor, és tulajdonképpen ezek a vektorok egy ilyen T csillag tehát t-pointer típusokat fognak tárolni. Rögtön itt már bevillanhat, hogy hajjaj, te pointerek vannak, akkor itt nagyon figyelni kell. És ebben igazatok is van, de majd mi most odafigyelünk, és ez az, amit mondtam, hogy majd később vissza fogunk erre térni, mert ezek a pointerek azért nem szerencsések. Jó, majd fogunk beszélni róla, ugye, főleg a, a vektorosztály kapcsán, hogyha lehet, kerüljük a pointereket, és megbeszéljük azt is, hogy hogyan kerüljük a pointereket, illetve hogyha mégis pointereink vannak, akkor azokat hogyan használjuk, úgyhogy szép legyen a kódunk. Jó, tehát hogy biztonságos legyen a, a kódunk. Jó, ez a két tagja lesz, két vektor. Hogy mi a különbség a kettő között, hogy meg miért kell ez a kettő, haladunk, és akkor mutatom. Jó, és akkor nézzük meg az interfészét ennek az osztálynak. Lesz egy alapértelmezett konstruktora, ugye ez azért kell, hogy tudjunk létrehozni üres ilyen vektorref konténert is, illetve írjunk egy olyan konstruktort, aminek tudunk adni paramétert, tehát ilyen t-csillag pointereket, és az utolsó három, az legyen opcionális. És tulajdonképpen ezeket a T pointereket, tehát ezeket a objektum memória címeket, pakolásuk be. be ebbe a, ezekbe a vektorokba. Jó, hát így ilyen nemes egyszerűséggel. Igazából lesz majd egy pushback függvényünk, pontosabban kettő, mert kicsit majd különböző féleképpen fogjuk ezeket használni. Tehát lesz két pushback függvényünk, ami igazából annyit fog csinálni, hogy ezeket a pointereket beteszi ezekbe a vektorokba. Úgyhogy ezeket hívjuk is. Fontos, hogy ezek majd a lokális pushback függvények lesznek. Tehát így a, a mi osztályunkon belüli pushback függvények. Viszont amit itt ilyenkor mindig érdemes elvégezni, hogyha ilyen pointerekkel dolgozunk, főleg, hogyha ráadásul ezek ilyen alapértelmezett, ö, ö, alapértelmezett értékek, mint alapértelmezett értékkel rendelkező argumentumok, hogy teszteljük le azt, hogy null no pointere vagy se. Ez pedig nagyon egyszerű, ennyivel rá is tudjuk. Tehát, hogyha léteznek ezek az objektumok, pontosabban, ha ezek a pointerek nem null pointerek, akkor adja hozzá, tehát hívja azt a pushback függvényt. Hívja a pushback függvényt. Jó, rendben van. Na, amint ne felejtsünk el, és ez nagyon fontos, úgyhogy egyelőre még csak így ide írok egy ilyen tudót, mert ugye pointereink vannak, tehát valamilyen erőforrást itt mi allokálunk, vagy valamilyen erőforrást mi itt használunk, úgyhogy mindenképpen valamit ezzel az erőforrással majd tennünk kell, nyilván föl kell szabadítani, úgyhogy itt, itt a destruktorban majd majd valamit kell csinálnunk, úgyhogy egyelőre még csak ezt így ide, ide teszem. Jó. Na menjünk tovább, és akkor nézzük meg ezeket a Lokális pushback függvényeket. Hát legyen egy olyan, ami egy ilyen t-referenciát vár, t-referencia típust tulajdonképpen, hiszen alapvetően szerencsés lenne az, hogy tudjunk így simán objektumokat is hozzáadni. Szerintem ez így, ez így alapvetően egy jól használható valami. Tehát ne kelljen feltétlenül itt a, a címmel vacakolni, legyen egy pushback függvényünk, aminek simán csak át tudunk adni egy ö, objektumot. Viszont ö, ugye itt nyilván a, a, a vektorunkban ilyen pointereket tárolunk, tehát ezt nyilván úgymond pointerré kell alakítani, de szerencsére azért ez nem olyan bonyolult, hiszen Ugye van nekünk egy ilyen címképző, e, vagy address operátorunk, és ezt az address of tudjuk használni arra, hogy ennek az első objektumnak elkérjük a címét. Jó. Rendben van. Oké, és e, ez az egyik. A másik pushback függvény pedig legyen olyan, hogy ott egy pointert várunk paraméternek. Itt ugye ez annyiban lesz egy kicsit más, hogy várhatóan majd itt lesz az, tehát ezzel fogjuk azt csinálni, hogy ilyen névtelen objektumokat fogunk fogunk hozzáadni, majd megnézzük a használatot, viszont, hogyha ilyen névtelen objektumokat adunk hozzá minek ráadásul, ha hípen foglaltunk memóriát, akkor ezeket a pointereket érdemes nyilván tartani, majd a... Egy, egy külön vektorba, és akkor ennek le, en, ez, emiatt lesz majd szükségünk erre a, a másik pointer vektorra is. Jó, csak akkor csináljuk azt, hogy nyilván hozzáadjuk a e, V-hez, ugye itt, mivel ugye S az egy pointer, itt ugye nem kell címet képeznünk, hiszen az már egy memória cím, illetve adjuk hozzá ez az OND nevű e, vektorhoz is mert ezzel fogjuk majd jelezni azt, hogy ugye annak a pointernek, amit itt átadunk paraméterül, úgymond mi vagyunk a, a tulajdonosai. Mi vagyunk a tulajdonosa, tehát mi, mi hoztuk létre, nekünk kell majd vele valamit csinálni, amikor a, a, a végére érünk a programnak. Jó, rendben van. Oké, is. és akkor ugye látjuk már azt, hogy, hogy, itt az on van tulajdonképpen az, amivel nekünk kell e, foglalkozni. És akkor szerintem itt a destruktort meg is tudjuk írni. És itt igazából csak föl kell szabadítanunk <kül> ezt a memóriát. És egész egyszerűen tényleg végig kell mennünk, és minden egyes ö, ilyen objektumnak. Ö, azt kell mondani, hogy, hogy szabadítsuk fel. Tehát adjuk vissza a lefoglalt memóriát a, a FreeStore-nak. Jó, de erről mindjárt beszélünk, ez használjuk, kipróbáljuk, hogy hogy kell használni, megnézzük, és akkor el visszatérünk ide, megnézzük ezt ismét. Jó. Rendben van, hát pár ilyen függvény még mindenképp érdemes csinálgatnunk. Egyrészt legyen egy helper függvényünk, amivel hozzá tudunk férni. Ugye, hát ez praktikusan legyen, T-referenciát adjunk. Ugye ez legyen a klasszikusan ugye az access operátor ugye ezt csináltuk a vektornál is, és ami igazából csak annyit csinál, hogy hogy visszaadja az ijedik elemet. De mivel ugye pointer ezért a, a v i edik elem címét kéne visszaadni. Így van. Illetve legyen egy, nyilván a const korrektség miatt kell egy ugyanilyen csak konstansba. És ott mondjuk a referencia már nem lenne kötelező, de szerintem ez így nem elé, e, jó, hát mindegy, jó, igazából ide kéne a konst, de maradhat ott is, mert akkor egy konstant referenciát adunk vissza. E, ez működhetne úgy is, hogy hogy értéket adunk vissza, tehát vissza az értéket. Igazából azzal se követünk el nagy hibát. Hát feltéve, hogyha ugye másolható a, amire hivatkozunk, szerintem, mint most, akkor csak jó, jobb lesz ez. Csak megvitatom már magammal, hogy mit kéne csinálni. Igen, mert nem, 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 ugye a sép az nem másolható, tehát az, az fontos. Csak akkor visszaadunk egy konstans referenciát, illetve még egy size-ot, Tényleg csak, hogy ugye az az ér legyen meg. Simán csak visszaadjuk a V méretét. Jó, mivel közvetlenül a vét nem fogjuk tudni elérni kívülről, ezért kell egy helper függvényre. Okvetlenül. Na, és akkor így már nagyjából egybe látszódik is. Ú, így van, és reményeim szerint jó is. Na, próbáljuk ki, hiszen azért csak jó lenne ezt megnézni. És akkor ez egy picit már a, a 13-as drill, vagy 12-es, nem, 13-as drill, hogy csináljunk ilyen téglalapokat. E, így van, jó, no, tehát készítsünk egy ilyen Vector Refet, és ugye specializáljuk típusra, ugye, ahogy rémlik, mint ugye a a vektor esetén, ugye ezt hívjuk specializációnak, akkor azt mondjuk, hogy egy rectangle-típusú vektor szeretnénk, tehát egy olyan vektor amiben ilyen rectangle-típusú objektumokat tárolunk, és ugye ilyenkor ilyeneket tudunk beletenni. Tehát tegyünk is párat bele, mondjuk 8 darabot, nem véletlenül, hogy ennyit fogunk, és ö, egész egyszerűen azt mondjuk, hogy hívjuk a VR-nek a pushback függvényét, és itt hozzunk létre ilyen névtelen objektumokat, new rectangle, és paraméterezzük, ugye ezeket a, a téglalapokat, hát ezt már tanultuk, igazából ezt ö, tudjuk, kell egy pont, ami ez esetünkben legyen, mondjuk, hát, hogy legyen, mondjuk ilyen 100 százas riktengölök, és akkor hát, ilyen főátlóba helyezzük el őket. Tehát mondjuk i 100 és i száz, ugye, hogy az xy koordináta, hát, csak kéne ide egy sortörés, mert nem fog kiférni. És, ugye, 100-100-as méretű legyen a télalap. Ezzel ugye szépen föltöltöttük, szépen föltöltöttük. Ugye mondjuk egy dolog, hogy föltöltöttük, de nyilván ezt akkor mondjuk teszem a színezzük be. És tegyük is föl a screenre. Jó. Próbáljuk ki. Ja, hát ha nincs ablakunk, úgy nehéz lesz. Simple window, hogy is volt ennek a paraméterezése? Igen, kell egy point. Legyen mondjuk, mit tudom én, 1920 1080 mindegy igazából. És kell még neki ugye egy cím. Így van, kell egy cím. Mondjuk ez legyen vektorref. Csak így egyszerűen. Jó, hát nevet adjunk az objektumnak. És szerintem így rendben is vagyunk. De azért próbáljuk ki újra. Lefordul. Ez mindig fél siker. És így fut is. Hát igen, csak nem a set color kell hívni, hanem a set fill color mert az ad kitöltő szint. És itt is vagyunk. Folytassuk. Igazából ilyen nagyon egyszerű kis dolgok, ilyen polyline fogunk olyan, ami ilyen jelölések vannak. Tehát ilyen, ilyen Mark Polyline, meg márk tehát ilyen jelölések tulajdonképpen. Úgyhogy akkor csináljuk is meg, hát kis p, kis p persze, és ez pedig egy open polyline kiterjesztés lesz, tehát az open polyline-nak egy leszármazott osztálya, és igazából ez tényleg csak annyi lesz, hogy így a, hogy van ilyen tört vonalunk, tehát ilyen open polyline-unk, és a töréspontokba teszünk egy Hát vagy úgy a töréspontok környékére valahova teszünk egy karaktert. Hát vagy egy stringet, ezt majd még meglátjuk. Szerintem egy stringet lenne szerencsés. Úgyhogy akkor nézzük meg a konstruktorát. Alapvetően egy sima string referenciás konstruktor kell, és ezt átadjuk a lokális stringünknek. Tehát igazából tényleg csak itt értékül adjuk, és ugye felül kell definiálnom majd ugye a Draw Lines-t, mert uh, erre az Open polyline re kell tennünk ezeket a jelöléseket. És ugye lesz ugye a, a privát tagunk, ugye ez a... már tulajdonképpen, tehát ez a, ez a jelölés uh, így van. Jó, innen nézek ki a, a Mark polyline, de nyilván, ugye akkor ezt a Drawlines függvényt ezt meg kéne írnunk. line Drawlines, és itt kellene nekünk egy olyan, hogy éri hívjuk az ős osztály, Drawlines függvényét, Drawlines függvény jó lesz, igen, Drawlines függvényét, ami ugye meghúzza a vonalat, igazából, és ami még nekünk kéne, hogy minden egyes ilyen töréspontra rá kéne tenni ezt a stringet. Ezt a nagyon egyszerű kis, hát ami valószínű majd csak egy karakter lesz, úgyhogy akkor ezen menjünk végig, Hát itt hívjuk a number of points-ot. Plusz plusz C, és akkor itt rajzoljunk. De szerintem erre írjunk egy külön függvényt. Draw mark, nem draw lines. Írjunk egy külön függvényt. És kérjük el a pontnak a koordinátáját, illetve... Hát, hogy legyen, mondjuk adjunk át stringet, és akkor az adott stringnek az adott betűjét írjuk ki. Tehát ha mondjuk a nulladik pontnál a, a string első betűjét, az első pontnál a második betűjét és így tovább. Ezt pedig úgy tudjuk, hogy az i-edik pont, de mi van, hogyha hosszabb a vonal, mintány betűnk van, Hát akkor csinálunk egy ilyen sima is egész osztást a size-ra. Jó, tehát ez mit fog csinálni, hogy itt a, van egy ilyen draw mark, majd mindjárt ezt megírjuk, átadjuk neki a pont koordinátáit, hogy hol van a töréspont, tehát az ilyedik pontnak a koordinátáját, hogy a töréspont hol van, illetve átadjuk neki azt a betűt, hát ahol éppen vagyunk. Tehát a, az első ponthoz az első betű, másodikhoz a másodikat, így, így tovább. Jó. Na, de akkor írjuk meg ezt a drómárkot. És itt ugye kell egy point, illetve egy hát karakter. Remélem ez a Access operátor karaktert ad vissza. Hát majd megnézzük. És igazából csak csináljunk annyit, hogy hívjuk ezt az FL dróbot a karakterre. Ugye emlékszünk az FL dróra, csak itt fölvillantom a textnél, hogy ugye ez az FL Draw az, amivel szöveget tudunk kirajzolni a képernyőre. Egy szöveget tudunk kiírni, te ja, akkor menjünk és visszahívjuk az FL drót. Egyrészt ugye a karakterre. Hát reméljük, a műk karakterre működik. Hogy nézem már meg, bocsánat. Na, hol van elvesztettem? Hol a text? Itt van. Hát ez nem karakter, hanem ez egy C-string, tehát egy karakter pointer lesz akkor kell egy picit hekkelni, mert akkor csináljunk egy stringet, ez rettenetes egyébként, és ezt a stringet alakítsuk ilyen karakterpointerre. Jó, ez rettenetes egyébként, de most jobb ötletem nincsen. És itt akkor annyit csinálunk, hogy elkérjük az x-nek az x koordinátáját, illetve az x-nek az y koordinátáját. Ugye ez az a pont, ahova ki kell rajzolnunk a, magát a, a karaktert. Jó. Hát próbáljuk ki. Lehet, hogy még ránézek a jegyzeteimre. Nem biztos, hogy tökéletes lesz ez még így most. De akkor majd még kicsit javítunk rajta. Elvileg már működnie kell, úgyhogy akkor nézzünk egy ilyet. MPL. Itt elvileg az ad függvényel tudunk hozzáadni pontokat. Hogy is van a konstruktor? Már elfelejtettem. Még igen, kell egy string. Mondjuk legyen egy ilyen progégy. És akkor itt adjunk hozzá pontokat. És nézzük meg. Ja, egy azt ne felejtsük el. Tetsz MPL. Na, és akkor itt is vagyunk. Jó, na és akkor itt látszik, hát remélem látszik, hogy itt szépen ezeket a karaktereket, így sorba fölírta erre a kis polilányra. Hát, annyit tudnánk még esetleg állítani rajta, hogy picit eltoljuk. Hát, mindegy, jó ez így, jó ez így. Picit el lehetne tolni, hogy ne lógjon rá a pontra. Talán ennyit, ennyit még megtehetünk. Hogy itt felveszünk két ilyen két ilyen változót, és ezzel fogjuk majd eltolni. Hát lehet, lehet ezzel játszani, lehet ezzel játszani, de ja. jó, rendben van. Na és akkor mi van, hogyha még veszünk fel pontokat? Csak hogy nézzük már meg, hogy működik -e ez a... amit gondoltam. Így van. Jó, tökéletes, és itt folytatja a progot, tehát a stringet. PR. Jó. Oké, és rendben van. Hát, akkor ez működik. Ez működik. Jó. Rendben van. Ennek a osztálynak még két ilyen nagyon egyszerű kis változatát meg kéne néznünk. Nevezetesen pedig azt, hogy amikor nincs ez a vonal, tehát tulajdonképpen csak a, a karaktereket rajzoljuk ki, illetve amikor csak egy ilyen. Márkot veszünk fel, tulajdonképpen. Két ilyen esetét ennek a dolognak, még azt sem mondanám, hogy specializációját, mert az nem lenne megfelelő szó. Csak akkor ezt gyorsan írjuk meg. Ez tényleg már egyszerű, hiszen ez egy ilyen. Bocsánat, este van, nem ide írjuk, nem a headerbe, hanem ez egy tényleg egy ilyen nagyon egyszerű kis verziója lesz ennek, ugyanis tényleg itt csak megint van egy sima konstruktorunk, és igazából itt csak be fogjuk állítani ennek a színét, pontosabban az invisibility, tehát az átlátszóságát. Úgyhogy akkor itt hívjuk a... Tehát megcsináljuk a konstruktort, amit hívunk a... Tehát egy stringre, na már nem tudok beszélni, tehát egy stringes konstruktort, és igazából csak az ős, ős osztálynak a konstruktorát fogjuk hívni. Nagyon egyszerűen, ezt hívjuk egyébként ilyen konstruktor delegációnak, de most ez nem olyan érdekes. És egész egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy beállítjuk a vonalszínt átlátszóra. Mégpedig azt, hogy is volt ez a koloron belül volt, és hát talán így. Már én sem mindig emlékszem, de valahogy így. Jó. És akkor elvileg, hogyha ezt itt átállítjuk simán marksra, Akkor ugyanazt kell kapjuk, csak vonal nélkül. Így is van. Látjuk, hogy itt szépen az adott koordinátákon itt vannak ezek a karakterek. Jó, hát annyit csináltunk tényleg, hogy a, a vonal szint átállítottuk szóra, vagy hát erre az invisible erre a láthatatlanra. Jó. Na még egy dolog, és akkor utána már rátérünk az image-re, ez a sima mark ö, osztály lesz, ami, hát lehetnénk most vitatkozni, hogy ezt miért nem veszük külön esetleg, hogy ez miért ilyen polyline megközelítés, felfogás kérdése, ö, ez tényleg, tényleg ez vitatható, hogy miért nincs külön, de én azt mondom, hogy ezt akkor írjuk meg így, és ennek átadunk konstruktorba egy pontot, illetve egy stringet. Mondjuk itt lehetne már sima karakter is akár. Sőt, legyen egy sima karakter. És itt megint az ősosztály konstruktorát delegáljuk. És az ősosztály konstruktorára hívjuk. Hát igen, itt mondjuk akkor már lehet, hogy célszerű lett volna egy string, mindegy, lássunk ilyet is, és igazából csak annyit csinálunk, hogy hívjuk ugye az add függvényt a p-re. Tehát hozzáadjuk ezt az egy szempontot, amit mi itt a konstruktorba átadunk. Jó, de hát ezt viszont már külön fogom, és hogy itt kell egy pont, hát, van ilyen, hogy 300-300 nincs, akkor ez tökéletes lesz, és átadunk egy karakter, mondjuk ez pedig legyen az X. Ezt is tegyük fel. És nézzük. Jó, és az X pedig itt van. Vágjunk bele a képbe, hiszen ez az utolsó, ami még itt hátra van. És ez az utolsó alakzatunk. Ami, hát nem azt mondom, hogy elegáns és szép lesz, de működni fog. Jó, működni fog. Ugye, nyilván itt a képeknek mindig van egy ilyen speciális helyük, hogy azt ugye be kell olvasni a memóriába, ott kell ilyen konverziókat csinálni, meg ilyesmi. Szerencsére sok mindent megold helyettünk a Fultic Library, viszont nem mindent, és ez Hát maradjunk annyi, hogy problémás, meg eléggé nehezen kezelhetővé teszi ezt a library -t. Amit itt most látni fogtok, ennél vannak egyszerűbb megoldások, vannak jobban használható library -k. mondom se kell mondjuk egy ilyen OpenCV vagy ilyesmi, amit hát gyakorlatilag kifejezetten ilyen kép feldolgozásra alkottak meg, többé-kevésbé. Tehát e, nyilván ez, ez egy kicsit e, intelligensebb library nagyon sok szempontból. De mi most a Fullticket használjuk, úgyhogy ebbe fogjuk megnézni, és itt tényleg lesznek olyan részek, ami, ami így nagyon kényelmetlen. De hát meg kell csinálnunk, nincs mese. Úgyhogy kezdjük is el. Na, és akkor e, ugye alapvetően e, ez is egy sép lesz. Tehát ö, semmi ö, meglepetés nincs. Ugye lesz pár privát tagunk, úgyhogy ezt már most itt az elején el is intézzük, de lesz egy ilyen szélesség-magasság, meg majd lesz egy ilyen CXCY, erről majd beszélünk, ez igazából majd a maszkoláshoz fog kelleni, odaérünk, akkor majd mondom. Jó, amíg nekünk még van, egy ilyen FL image pointer típusunk, tulajdonképpen ez a fultiknek egy ilyen képkezelő típusa, most nagyon leegyszerűsítve, ide kell majd megnyitnunk, ez fogja jelenteni nekünk azt a memória területet, ahova a képet beolvassuk. Jó? Tehát fájból megnyitjuk, és szépen beolvassuk a képet a memóriába, és ezzel az FL image hát, struktúra pointer típussal fogjuk majd ezt tudni kezelni. Jó ez az egyik, meg lesz hozzá egy ilyen text objektumunk, ami majd egy ilyen hát, majd ilyen kis képaláírásokat, vagy ilyesmit tudunk csinálni. Jó. Rendben van. Na, nézzük meg a interfészt, és első körben egy viszonylag egyszerű konstruktort nézzük meg, ugye megint csak első paraméter, ugye szokott módon a pont, hogy honnantól kezdve rajzoljuk ki, lesz egy string, ez emlékeim szerint majd ugye a fájnév név lesz, hogy, hogy mi a fájnak a neve, amit meg akarunk nyitni, legalábbis, ha jól emlékszem, de mindjárt elnézek, így van ez a fájnak a neve, és szerintem a harmadik paraméternek egy ilyen encoding suffixet fogunk megadni, amit majd egy külön ilyen kis és Inam Classban vagy Inám ba majd meglátjuk, hogy hogy, meg fogunk írni. És ez az, ami miatt nagyon-nagyon kényelmetlen maga a Fultic Library-nek ez a kép kezelő része. hogy ez azért nem nincs errejtve a user elől, de majd erről mindjárt beszélünk. Jó, és ennek adunk is egy alapértelmezett értéket, ez pedig az, hogy nincs. jó, De majd erről beszélünk, hogy ez pontosan hogyan is néz ki. Jó, na most, ugye ez, az, ez a konstruktorunk, szerintem ez az egy konstruktor így elég is lesz, nem kell különösebben túlgondolnunk. Viszont ugye látjuk, hogy pointerünk van, tehát hogyha van pointerünk, akkor gyakorlatilag biztos, hogy kelleni fog destruktor is és itt igazából csak annyit kell majd csinálnunk, hogy föl kell szabadítanunk azt a memória területet, ahol a képünk van, tehát ki kell takarítanunk a, a képet a memóriából, amikor már nem, nem, használjuk, tehát amikor már az imidzsünk úgymond kimegy a szkóbból. Jó. Ezen felül ugye van a szokásos, ugye, draw lines, nyilván ezt az alapít most nem lesz jó. Persze egy kicsit furán hangzik, hogy képet rajzunk egy drawline függvénnyel, de hát ez most, ez most így alakult. Akkor ugye emlékeztek, van ez a set mask függvényünk, aminek át tudunk adni ugye egy pontot, illetve egy szélességet, magasságot, hogy mi legyen az a rész, amit kivágunk gyakorlatilag a képből. Jó, hát, szerintem ezt is majd kívül definiáljuk. Kívül definiáljuk? Nem, 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 itt definiáljuk, mert igazából csak egy elég egyszerű dolog. És igazából ezeket az értékeket ö, átadjuk ezeknek a változóknak, mert majd itt a setmask alapján fogjuk ö, kirajzolni, tehát ugye a szélességet, magasságot, azt simán csak átmásoljuk. Hát ezt már belezetem új sorba, hogy lássátok. És ugye ez a cx, ugye ez az a koordináta lesz, ahonnan ahonnan vesszük, így van. Tehát a CX az legyen egy elő, ugye a P-nek az X-e, ugye a CY, pedig a P-nek az Y-ja. Így van. Um, tehát ez a CX, CY, ez tulajdonképpen az lesz, hogy melyik ponttól kezdve rajzoljuk ki a képet. Tehát melyik koordinált a ponttól. Ugye ez a V meg H meg az, hogy mekkora részt rajzoljunk ki belőle. Oké okay. is. Na jó, még... Um, Ugye ez a move, azt, azt ne felejtsük el, mert a move-ot is megírjuk. Tehát az, hogy mennyivel mozgatjuk el a, az objektumot. Ugye itt első körben szerintem az jó, hogyha hívjuk a, a, a tehát az ősosztálynak a move Viszont ezt újra ki is kéne rajzolni, tehát itt majd hívnunk kell megint a draw függvényt, mégpedig a, a, a képre, tehát ennek az FL a, a kell újra hívnunk. Szerencsére ennek van. És így van, tehát ezt kell megint hívnunk, ugye, és a koordinátákra, Na, xy koordinátákra, hát legyen már szép, akkor csináljuk így, hát sokkal szebb nem lett, na várjatok, tudom ezt már nem ide kéne írni, de most így jó lesz, hát még két sor befér azért a Az azért maradjunk annyiba, jó, na, de mi ez a, ez a, suffix? És akkor ö, ezzel folytassuk. És tényleg ez az, amilyen rettenetes dolog ebbe, hogy ezt nekünk kézzel kell megadnunk, hogy ö, milyen ö, kódolása van a képnek. Akkor itt ugye van ez a known, van ugye a JPEG, a, a GIF és a bitmap és ezért tényleg ilyen szörnyű, mert egyébként OpenCV-ben ez tényleg elég jól el van rejtve a, a felhasználó elől, tehát ott átadod simán paraméterről a képet, és, és már hogy ez így a fáj nevet, és simán tudja az, hogy mi a encoding a encodingja a, a képnek. Hát kibogarász az is, de szerencsére a user elől el van rejtve. És ugye ahhoz, hogy ezt tudjuk, ez kellene fog majd egy ilyen get encoding függvény. Get encoding, és ennek pedig ugye majd a file nevet adjuk át paraméterül. De ezt is majd megírjuk most már majd a implementációs fájba. Jó. Na, úgyhogy pár, pár dolog azért van, amit el kell készítenünk. Úgyhogy akkor nézzük is. Kezdjük a konstruktorral. Hát, vagy melyikkel kezdjük? Lehet, hogy akkor ezzel a encoding-gal kellene. Ja, kezdjük az encoding-gel. Az úgy is kell majd a konstruktorba. Viszont ez majd csinálunk, csinálunk kéne egy ilyen uh, suffix mappet. hát hogy mi is ez a map, erről majd fogunk beszélni, mert uh, ezek a mappek majd elő fognak jönni uh, generikus programozásnál, tehát amikor a generikus programozás részhez érünk. Most legyen elég annyi, hogy egy ilyen, ilyen kulcsértékpárok talán tanultatok ilyet valami más tárgyból, hogy ugye a string a kulcs, az encoding meg majd az érték lesz. Majd tényleg odaérünk. Ez most csak azért kell nekünk ez a adatszerkezet, hogy kényelmesen tudjuk kezelni a, ezeket a file név végződéseket, vagy suffixeket. Na, és akkor ezt inicializálnunk is kell. És itt értéket kell adnunk ennek a suffix mapnek. Most engedelmetek, én ezt előkészítettem, és elegánsan csak így bekopipésztelem ide. Uh, igazából itt tényleg csak annyit kell látni, hogy ahogy mondtam, tényleg rettenetesen működik a, a ilyen szempontból, hogy ezt nekünk kézzel kell csinálni, de itt tényleg az, hogy az egyes uh, fájnév végződések, ugye ez a pont utáni régen kiterjesztésnek hívtunk, most nem tudom már pontosan mi a hivatalos neve, azokhoz adunk hozzá egy ilyen suffixet tulajdonképpen, és ez alapján fogjuk majd a képet kezelni, megnyitni. Jó, hogy az bitmap, gif, jpeg, vagy, vagy micsoda. Jó. Ez most tényleg csak ilyen administratív rész, inicializáljuk a dolgot, mindjárt látni fogjátok, hogy egyébként ez hogy működik. Jó, Na és akkor írjuk meg ezt a get encoding függvényt, aminek ugye a prototípusát betettük a függvénybe, vagy a headerbe. Get encoding, bocsánat. És ugye így string volt a string referencia volt a paraméterünk, és ugye itt jön az, hogy Egyrészt ugye inicializáljuk ezt a suffix mappet, és megkeressük a fáj névbe, hogy, hogy hogyan végződik. És akkor ezzel már egy kicsit rá is nézünk majd így a generikus programozásnak az elejére. És akkor inicializáljuk ezt a suffix mappet. et hmm. Hát most ezt engedjétek el, de ez ide muszáj, most fogunk róla beszélni, hogy mi ez a statik itt, meg hogy miért kell. Most csak lépjünk túl, mert nem akarom nagyon elnyújtani, de itt ez biztos, ami biztos, ez legyen meg. És akkor csináljuk azt, hogy végigmegyünk a fáj néven egészen a pontig, és Nézzük meg, hogy mi a kiterjesztésünk. Jó, tehát adjuk vissza. És ez egy sima ilyen. Hát, kiírom, legyen egy ilyen stringes, konstans iterátor. Ezekről fogunk majd beszélni a fél év második felében, hogy mik ezek az iterátorok. Átbeszéljük majd. És ezt a find függvényt fogjuk használni, ami végigmegy a stringünk ugye az egy stringünk elejétől az s stringünk végéig, és keressük a pontot. Keressük a pontot. Jó. És tulajdonképpen ez a find függvény vissza fog térni egy ilyen iterátor típussal, a, tulajdonképpen, ha megtalálja a pontot, és ez a iterátor, ez, hát most leegyszerűsítve ez egy mutató, ami arra a a stringnek arra az elemére fog mutatni, ahol ez a pont van. Jó. Na most, itt jön egy kis hibakezelés, hogyha ez a pointer, ez végigment a teljes stringen, akkor az azt jelenti, hogy nincs meg, tehát, hogy nem találta meg, erről is fogunk majd beszélni, tehát fogunk majd erről beszélni mindenképpen, hogy hogy mit is jelent ez az end. Most jelentsen igazából csak annyit a lényeg, hogy, ö, hogy ez azt jelenti, hogy a pont nincs benne a fáj névben, és akkor ilyenkor simán csak visszaadunk egy olyat, hogy suffix non. Tehát nincsen kiterjesztés. Tehát egy olyan fáj nevet adtunk meg, aminek nincs kiterjesztése, és ezt ezzel jelezzük. Jó. Egyébként viszont fogjuk, és kimásoljuk, Ezt pedig úgy tudjuk, hogy a stringnek van egy olyan konstruktora, amiben egy iterátort kell adnunk, első paraméterül, és egy másik iterátort, második paraméterül. Ez itt jelen esetben csak annyit jelent, hogy a P iterátort léptesse tovább egyel, ez esetben ez a pont utáni karakter lesz, és másolja ki onnantól kezdődően a stringnek a végéig, az összes karaktert, és létre, hozzon létre egy ilyen új stringet. Tehát tulajdonképpen a P plusz 1-től másolja ki a stringet egy másik objektumba. Ilyen egyszerű. Jó. És innentől kezdve már megvan nekünk az a suffix, amiket itt inicializáltunk. Tehát igazából itt már csak annyi, hogy ezt a mapet kell használnunk. Mapet kell használnunk, és vissza kell adnunk ezt a, a megfelelő értéket. Tehát a suffix mapnek a szóf kulcsal hivatkozott értékét. Jó? Na most látjuk, hogy itt a suffix mert mondjuk ha jpegünk van, jó, tehát ez a pont után, ez a kiterjesztés, ez a jpg, akkor ez annyit fog csinálni, hogy itt szépen megtalálja, ebbe a szuf stringbe bemásolja, és ezzel tudunk hivatkozni, vagy ezzel tudjuk elkérni a mapnek egy bizonyos értékét. Hát itt most azt az értékét fogjuk elkérni, amivel mondjuk erre jpg-vel hivatkozunk, és ez az érték pedig ez a suffix jpeg, ami itt van a headerbe, ez a sima inám. Jó, tehát itt megint csak egy sima inám, tehát egy nevet ö, használunk itt tulajdonképpen. Jó. De nyilván itt a megfelelőt adjuk vissza, tehát vagy az, hogy nincs, itt majd nyilván akkor ö, Hiba kezelünk, hogy nem tudjuk, hogy hogy kell megnyitni. Itt pedig visszaadjuk a megfelelőt, és ez alapján már majd meg fogjuk tudni nyitni. Jó, rendben van. Oké, és akkor innentől már pár ilyen administratív dolg után mehet a konstruktor, ha nem írom el. Image, és akkor hogy is volt, volt egy pointunk? Volt egy stringünk. És volt ugye egy encodingunk igen. Így van, na, és igazából itt nyilván most meg kell nyitnunk majd a képet, ki kell próbálnunk, hogy megnyithatjuk-e a képet, meg tudjuk-e nyitni, pár ilyen fájlkezelési, hibakezelést itt nyilván fájlkezeléssel kapcsolatos hibakezelést kell majd csinálnunk. De igazából tényleg itt már majd fogjuk tudni használni a, azért a fultiknek a, a dolgait, de most tényleg csak akkor kezdjük el. És itt szerintem a konstruktornál érdemes kinullázni a, kinullázni ugye a tagokat, csak hogy biztos, ami biztos. És ugye a névnek is adjunk valamilyen értéket, csak azért, mert hogyha hibakezelés is, hibakezelés is lesz, akkor ezek szerencsés, hogyha vesznek valamilyen, felvesznek valamilyen valamilyen alapértelmezett értéket. Ó, tehát ez ez mindenképp kellene. És nem olyan hibakezelés lesz, hogy erről elszállunk, hanem, hanem tényleg egy kicsit olyan, olyan becsületesebb hibakezelés. Na, hát első lépésként adjuk hozzá a pontot. Ez szerintem egyértelmű, nyilván ez az a pont, ahonnan kezdődően ki fogjuk rajzolni magát a a képet, tehát ahova tesszük ugye az ablakba. És akkor itt alapvetően jó lenne egy hibakezelés, tehát hogyha nem tudjuk megnyitni a fájt, akkor mi történjen? Na most erre szerintem érdemes lenne írni egy függvényt, ami visszad egy sima bult, hogyha ha nem lehet megnyitni vagy ha meg lehet, akkor is, nyilván, de itt azt kezeljük le, hogyha nem lehet, mindjárt megnézzük, hogy hogyan is működik, és ez esetben ne az legyen, hogy elszállunk egy hibakóddal, hanem tegyünk ki az ablakra egy valamilyen, ilyen, hát ilyen rossz kép jelzőt, tehát hogy mintha egy valami kis keretet kirajzunk, és akkor beleírjuk, hogy a kép nem található, vagy nem nyitható meg a fáj, vagy valami ilyesmi. Jó, szerintem ezért érdemes. És akkor itt ö, állítsuk be ezt a ö, text tagot. Ugye ez az, ami ilyen, hát most ez esetben tulajdonképpen egy hibaüzenet lesz, hogy a kép nem nyitható. Meg, csak egész, egész mondatokba igyekezzünk beszélni. Tehát, hogy a kép nem nyitható meg. Ö, hozzunk létre egy ilyen bed image képet. Mi volt a képtag? P. P. New bed image. És akkor ezt a bed image-et is meg fogjuk írni. Hát ez ne nagy. Bed image-et is meg fogjuk írni ami valamekkora méretű lesz, és imán csak kirajzolódik oda. Majd térjünk vissza a konstruktorra, mert itt más dolgunk már nincs. Más dolgunk már nincsen. Jó, hát ez egy kis hibakezelés, csak tényleg, hogyha nem tudjuk megnyitni a fájt, akkor, akkor elírtuk a fáj nevet, vagy valami ilyesmi, akkor ez mindenképp legyen meg. Jó, na akkor kérjük el a encodingot. Jó? Tehát, hogyha itt nem adjuk meg a konstruktorba, ezzel most ezt mondtam, tehát, hogyha a konstruktorba nem adjuk meg, akkor kérjük el, kérjük el, de itt ne felejtsük el átadni a képnek a nevét, ugye get encodinghoz kell, így akkor már megvan a encoding, és akkor ez alapján már tudunk egy szép kis switchet írni, és szépen kikészezgetjük, hogyha a az jpeg, ugye akkor mi történjen, és itt ugye, itt jön az, ami, ami tényleg viszonylag kényelmetlen a fulltickben, hogy akkor a p az legyen egy új, hogy is van, mert elnézek a ra igen, egy new fl jpeg, hogy van a kis nagy betű, igen azért mondom, hogy rettenetes, hogy FL JPEG image, tehát egy JPEG image legyen, és ráadásul aminek paraméterül át kell adnunk a ként nevét, de ilyen c szerűen, tehát ilyen karakter pointerként. Na, és akkor itt ugye már a JPEG meg is van, akkor utána nézzük a mi volt, gif, itt ugye ugyanez, csak új FL gif remélem nagy, igen, nagy, flgif image, megint csak átadjuk ezt a file nevet c-szerű stringként, majd jöhet a bitmap Hát gondolom ez így van. Jó, vagy lehet, hogy bitmapünk nincs is. Na mindegy, megpróbáljuk. Lehet, hogy azunk nincs. C. STL. Jó, rendben van. Oké És adjunk egy defaultot, nyilván. Amibe pedig, ugye, Ugyancsak csinálunk egy ilyen bed image-et, csak most azt mondjuk, hogy nem támogatott formátum. És akkor lehet, hogy a bitmap-et ki is vesszük, csak hogy tudjuk tesztelni. Ja, vegyük ki a bitmapet, és akkor tudjuk tesztelni. Megadunk majd egy bitmapet, és kipróbáljuk, hogy arra beáll -e ez a hiba. Jó, és akkor itt megint ugyanazt csináljuk, mint az imént, hogy egy ilyen bad image objektumot hozunk ide létre. Legalábbis remélhetőleg. És akkor mindjárt megnézzük, hogy mi ez a bad image mert ezt is meg kell írni. A suffix keresést a find név végétől kéne kezdeni, tekintve, hogy pont lehet a file bárhol. Hát ez igaz. Ez igaz. Zexis, ebben igazad van. Mehetne fordítva. Hol is van? Hát igen. Ugye itt, amit, mondhatnánk, hogy itt egy teljes elérési utat adhatunk át. Tehát így az egész könyvtár struktúrával minden együtt. És emiatt nyilván, hogyha pont van az elérési útba, akkor lehet belőle gond. Ebben igazad van. Na, nézzük meg ezt a bad image-et. Alapvetően ez nagyon egyszerű, nagyon egyszerű dolgunk lesz hova tegyük. Ó, kaprióli. <laughs> Igen. mindenképp kell egy, egy tacsanka, az mindig jól jön. Jó. Na szóval írjuk meg ezt a bad et és ha már itt vagyunk, szerintem hát ide akkor el tudjuk készíteni. Na most ez annyiban fog egy, fog egy kicsit különbözni, hogy ez egy uh, FL image uh, kiterjesztése lesz, tehát az FL image lesz az ős osztálya. Uh, itt most lehet, hogy pár ilyen uh, dolgot uh, lehet, hogy utána kéne nézni, érdemes lenne, uh, hogy hogy működik az FL image meg a FL image konstruktora, meg hogyan rajzoljuk azt ki. Uh, egyelőre csak fogadjátok el szerintem, hogy, hogy így működik és akkor esetleg laboron beszélünk majd róla. És akkor csináljunk egy konstruktort, ugye mi láttuk, hogy ugye méretezni kell csupán, és ugye használjuk az FL a, a konstruktorát, kvázi az ősosztály konstruktorát hívjuk. Itt is szélesség, magasság kell, meg ugye a harmadik paraméter, emlékeim szerint ez, hát most jó kérdés szerintem, itt lehet, hogy egy pointert kéne átadni, hogy, hogy mi a kép. Megnézzük majd, beszélünk majd róla. Ez egy üres képet fog kirajzolni. Amit már mindjárt megnézzük, mert tudom nehéz elképzelni, mi az az üres kép, de mindjárt megbeszéljük. És akkor ugye itt is csinálunk egy draw függvényt, ami hát tulajdonképpen hívódni fog, amikor ki kell rajzolnunk és itt megint egy ilyen administratív dolog lesz, hogy egy csomó integer paramétert át kell adnunk, de tényleg ezt is engedjük el, nem olyan fontos, hanem tényleg az, hogy itt majd az ősosztálynak a, a drawMT függvényét fogjuk hívni. Ugye itt a, a, ebbe a fulltick library-be ez a Draw mondja azt, hogy egy ilyen üres képet rajzoljunk, és hogy csak átadjuk neki a a megfelelő koordinátákat. Jó, tehát hogy hova rajzolja ki. Nem pontosabban, hogy mekkorát rajzoljon ki, na, csak sikerül kimondani. Jó, rendben van. Vagy lehet, hogy ide tényleg nem a koordináta kell, bocsánat koordináta kell, mert ugye itt meg majd a méretezése lesz meg, itt a koordináta kell, hogy hova rajzolja. Jó, mindjárt megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez a bad image. Csak gondoltam, gyorsan írjuk meg. És még egy dolog hiányzik, az pedig az image-nek, ugye, a drawlines függvénye. Hiszen enélkül biztosan nem fog működni. És itt, ugye, pedig egyrészt ö, meg kéne csinálni, ugye, a, hogy a szöveget kírjuk, ugye, ö, illetve ki kéne rajzolni, magát a képet, de itt ugye kétféle megközelítés van. Egyrészt, hogyha adunk szélességet, magasságot, tehát beállítottuk a, a set maskot, akkor ö, ugye azt kell kirajzolni, úgy olyan méretbe kell kirajzolni, hogy a set adja, illetve, hogyha nem adunk meg set maskot, akkor meg az egész képet ki kell rajzolnunk, úgy egy az egybe. Ezt a két külön esetet kell elvennünk, elővennünk, tehát először is akkor nézzük meg, hogy van-e szövegünk, mert nem kötelező ugye label megadni a képhez, és így csak akkor rajzoljuk ki, hogyha van, és itt pedig ugye az fn-nek kell hívnunk majd a, a draw line szert, tehát hogy rajzolja ki simán a, a szöveget, és akkor itt jön az, amit mondtam, hogy ha megvan adva a szélesség és a magasság, tehát mi explicit módon megadtuk, vagy a set mask kal vagy egyéb módon, akkor úgy hívjuk a, a drót a képre, hogy ekkora részt rajzoljon ki. És ugye nyilván ebbe az esetben megadtuk ugye a koordinátákat is. Alapvetően azt egyébként is, tehát hogy honnan rajzolja ki, öm, nem, tehát hogy hova rajzolja ki, bocsánat, tehát honnantól kezdődé hova tegye az ablakra. Ugye kell a szélesség, magasság, tehát hogy hány pixel, illetve az, hogy képnek ö, mely részétől, tehát hogy a képen belül melyik pixeltől rajzolja ki, ez pedig ugye a CY -C lesz. Jó. Ez az egyik eset, a másik pedig, hát ott egyébként, tehát hogyha nincs szélesség megasság, akkor pedig simán csak hívjuk a drót, de itt akkor már csak a koordinátákat adjuk át, ahova ki kell rajzolni, tehát ahonnan kezdődően kirajzoljuk, hiszen ö, más adatunk nincs, tehát ettől a ponttól kezdődően rajzoljuk a teljes képet ilyen egyszerű. Jó. Tehát mondom, ez az eset az, ahol a set maszkkal beállítottuk, hogy a kép melyik részét rajzolja ki, ez pedig az, amikor nem állítottuk be, tehát azt akarjuk, hogy az egész képet rajzolja ki itt nekünk. Na. Elvileg meg vagyunk, szóval akkor próbáljuk ki. Simán csak itt létrehozunk egy image-et, és akkor ugye megint kell egy pont. meg kell egy fáj név. Hát szerintem a badge ott van mellette, úgyhogy akkor ezt nézzük is meg. Csatoljuk fel, próbáljuk. Meglepő lett volna, hogyha hiba nélkül megy. Valami lemaradt. Uh -huh. Na nézzük. Mert valami elmaradt az implementációs fájba, vagy elírtam a típust esetleg. Point string suffix. A. Ah, egy nem másolunk. Így van. Tehát itt egy const string referencia kell. Viszont akkor ide is az kell. Ja, ezt már még nem írtuk meg, bocsánat. Igen, ezt elfelejtettem. Akkor ezt is megírjuk. Bocsi. Ez tényleg elmaradt. Úgyhogy ja, akkor írjuk is ezt meg, ugye ami ellenőrzi az, hogy megnyitható-e a kép. És akkor ugye ide is egy const string referencia kell. Hát ez jöhet ide. Bult vissza. Can open. Most string referencia, és itt tényleg nagyon egyszerű lesz, csak létrehozunk egy ilyen fájt. Ezt pont beszéltük a múlt héten, vagy két héttel az IF stream típust. ennek átadjuk paraméterül, ugye, a est, de szerintem itt is C stringként kell. De ne kövezzetek meg, hogyha jó a string is mi most így csináljuk, és ezeknek az if streameknek van egy olyan tagfüggvénye, hogy is open, ami visszad egy bult, akkor, hogyha sikerült-e megnyitni a fájt, vagy nem. Sőt, tehát visszad egy bult, igazad, hogyha sikerült megnyitni egy fájt, hamisat, ha nem, tehát ezt simán nekünk, elég csak visszaadnunk. És akkor itt ezt mellett tudjuk ellenőrizni. Na lássuk! Most már reméljük, meg van minden. De még mindig nincs. Ha. Ez érdekes. Lehet, hogy nincs ilyen. Ez a kis nagybetű, ez egy rémálom. Aha. Már most akkor linkelésében e van, ami külön meglepő. Na, mire is van? Az Image Draw Lines-ra. Mi meglepő, hogy ilyen Multiple Definition van. Na, ezt miért ide raktam? Bocsánat, tényleg este van már. Ezt ide kéne. Mondjuk ettől még. Na, most már jó. És akkor futassuk is le. És akkor így szépen kiteszi a, a badge-et a képre. Pontosabban az ablakra. Na, mi történik, hogyha elérjük a fáj nevet? Még akkor a hiba próbáljuk ki hogy ez is működik-e. Így van. Tökéletes. Látjuk rögtön. Kép nem nyitható meg. Ugye a karakter encoding az még mindig tökéletesen működik. Ja. Esetleg ha olyan suffix nyitjuk, ami nem támogatott, mondjuk badge bitmap, Ugye az, az, nekünk nincs támogatva, hát fordítsam le újra, így is kép nem nyitható meg, ami gyanús. Ja, mert nincs ilyen kép. Aha. Tehát hamarabb fut le ugye az ellenőrzés. Na, ezt hogy csináljuk? Nevezzem át a fájt, mi? Nemes egyszerűséggel. Akkor várjatok egy picit, átnevezzük a fájt. Tudom, ettől ez még JPEG marad, nyilván, csak e, tesztelni legalább tudunk. Kép nem nyithatok meg. Ja, már én... jó lesz, csak... Na, így van, nem támogatott formátum. Jó, most már jó, ugye tényleg annyit csináltam, hogy átneveztem a fájt, és akkor... Látjátok, hogy itt most már bitmap a bitmap kiterjesztés BMP kiterjesztése van a fájl. Chapter 14-nek a hetes feladatát csak úgy rápillantanánk, hogy ugye van ez az öröklődős feladat, hogy hogy is volt. Hát már magam se tudom, hogy hol, hol vagyok. Szerintem itt lesz. de lehet, hogy ezt meg is írtuk laboron, csak fölvillantanám, de csak ez lesz az. Mert ezt tettem föl a repóba. Így van, viszont akkor ez elvileg fönt van a repóba. Mindegy, csak beszéljünk róla, mert csak tényleg megmutatnám. Ugye itt van ez a Pure Virtual Function, amit kér ugye a, a, a feladat, ugye itt a hetes feladat. Viszont arra figyeljünk már oda, hogy ö, ilyen pure virtual function, az ugye csak alapvetően absztrakt osztályba lehet. Ö, nyilván ezt majd valahol definiálnunk is kell. Ó, tehát ezt, erre figyeljünk oda. Ugye olyan függvény, ami csak prototípusként létezik, ö, tehát olyan, olyan na, ö, csak kitalálom mondani, tehát egy olyan osztály, amiben van egy ilyen pure virtual function, vagy prototípus, annak nem lehet példánya, tehát nem lehet példányosítani, hiszen ez csak egy prototípus. Jó, én azt javaslom, hogy csináljuk azt a megközelítést, hogy van egy ilyen abstrakt osztályunk, amiben betesszük ezt a pure virtual function t és ezt kiterjesztjük. Jó, tehát ennek veszünk egy leszármazott osztályt, és ebbe a leszármazott osztályba már így definiáljuk is ezt a, ezt a függvényt. Jó? És ez itt már override fog, tehát ez rendben van így, ez így rendben van, és ez így végig override fog nekünk. És amikor ezt itt szépen hívogatjuk, akkor ez, ez, így működni is fog, de akkor meg is mutatom, hogyha oda találok persze. Na most nem is tudom, hogy ezt föltettem -e, remélem, de ha nem, nincs még fönt, akkor mindjárt fölteszem a repóba. Jó, na, és akkor ugye látjuk, hogy itt megint ilyen B-referencián keresztül ö, ö, hívogatjuk ezeket a függvényeket, ugye a Pure Virtual, az F-et, meg a G-t, az F, meg G az nem olyan érdekes, ugye a PVF az érdekes nekünk, és itt látjuk, hogy hívjuk B-re, D-re, meg DD-re, tehát ugye a leszállmazott osztályok példányaira, és mivel hogy végig működik az override, tehát megfelelően csináljuk, ugye konstal, meg megfelelő paraméter van, amit ugye üres, és látjuk, hogy itt ugye elsőben a B-nek a pvf -e, aztán a D, aztán a DD-nek a pvf -e fog hívódni. Tehát ahogy kell, az override úgy működik. Jó. De alapvetően ez első körben az kell, hogy tehát a, így a példány nem fogunk tudni csinálni. Tehát most itt próbálni készíteni így a, a példányt, akkor itt ki fogja írni azt, hogy hogy cannot declare abstract type, tehát abstract az osztály, jó, tehát nem fog működni mert hogy a PVF függvény itt írja is, hogy pure virtuál, jó és ezért nem fog működni mondom ez lehet a megoldás szerintem ez egy, ez egy, jó megoldás, hogy betesszük egy ilyen absztrakt osztályba, és innentől kezdve ezt terjesztjük ki, a többi, meg már igazából mindegy is, az maradhat a régi, csak tényleg az, hogy, hogy itt, itt már definiálni is tudjuk, tehát itt nem tudjuk definiálni. Jó? És emiatt nem tudunk példányt csinálni belőle. Ennyire egyszerű a dolog, és ezzel szerintem a hetes feladatot le is tudjátok, mert nagyjából ennyi lenne a lényege. Jó? Tehát erre próbált rávilágítani ez a hetes feladat, hogy ilyen pure virtual function csak abstrakt tagja lehet. Megköszönöm a figyelmet. Jó hosszúra nyúlt megint az óra, de legalább végeztünk azzal, amivel végezni szerettem volna. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ilyen sokan is tényleg követitek. Én nagyon örülök, hogy, hogy, hogy azért itt vagytok. Tényleg kívánok nektek további szép estét, gyertek laborokra, és ha más nem, jövő héten hétfőn itt találkozunk. Na, szép estét, szavaztok!